1941. május 10-e. A II. Világháború egyik legkülönösebb eseményének a napja. Hitler helyettese Rudolf Hess ejtőernyővel leszáll egy skóciai mezőre. Egymaga kíséret nélkül érkezett Németországból. Béketervet hoz, és azt reméli, találkozhat a brit politikai élet azon tagjaival, akik béketárgyalásokat sürgetnek. De elfogják, és börtönbe vetik. Néhány órával később Hitler őrültnek nevezi. Mind Churchill, mind Hitler elhatárolja magát Rudolf Hess akciójától. Vajon csak ugyan önálló akciót hajtott végre? Vagy egy olyan vakmerőterv kulcsfigurája volt, amelynek a célja Churchill megbuktatása és Nagy-Britannia háborúból való kiléptetése volt? Hitler és Hess. Nagy-Britannia arra a hírre ébredt, hogy Hitler helyettese titokban az országba érkezett, azzal a szándékkal, hogy béketárgyalásokat folytasson. Rudolf Hess számára ez a különleges küldetés egy hosszú út utolsó lépése volt. Ez az út 20 évvel korábban kezdődött az első világháborúból vesztesként kikerülő Németországban. Hess akárcsak Hitler megsebesült a fronton, de sérüléséből felépült és vadászpilóta lett belőle. Az első világháború után Hess beiratkozott a Müncheni Egyetemre. A város, akárcsak az egykori birodalom többi része, súlyos válságot élt át. A versailles-i békeszerződés megalázó feltételeket és olyan háborús jóvátételt rótt Németországra, amelyet képtelenség volt teljesíteni. Az ország a gazdasági összeomlás szélén állt. A Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt tiltakozott legélesebben a versailles-i békeszerződés ellen. Hess csatlakozott hozzájuk és olyan gyűlésekre járt, ahol a tömeg dühöngve átkozta a versailles-i árulókat és a bolsevikokat, a gazdasági válságért pedig a zsidókat tette felelőssé. Hess egy ilyen gyűlésen ismerte meg Hitlert. Apám 1920-ban egy gyűlésen hallotta először Hitlert. Teljesen megváltoztatta ez a találkozás. Boldogan újságolta anyámnak, hogy látta azt az embert, aki visszaadja majd Németország méltóságát. 1923-ban, kihasználva a kommunista forradalomtól való félelmet és a soha nem látott mértékű infláció miatti elkeseredést, Hitler puccskísérletet hajtott végre Münchenben. Híveivel bevonult egy sörpincébe, a mennyezetbe lőtt, és bejelentette, hogy a forradalom elkezdődött. A puccskísérlet kudarcba fulladt. Hitlert és Hesst bebörtönözték a Landsbergi várba. Itt volt idejük rendszerezni a gondolataikat arról, hogyan válhat Németország világhatalommá. Hitler a Landsbergi börtönbüntetése alatt írta meg a Mein Kampfot. Mondhatni, apám volt az ördög ügyvédje. Hitler ugyanis neki olvasta fel készülő művének részleteit, és a véleményét kérte róla. Hitler a Mein Kampfban arról írt, hogy az új birodalomnak a régi romjaira kell épülnie. Kifejtette, hogy minden német az árjafajhoz tartozik, melynek kelet felé kell terjeszkednie, és Európa legnagyobb hatalmává kell válnia. Hitler elmélete szerint az árjafaj legnagyobb ellenségei a zsidók, akik Oroszországban hatalomra segítették a bolsevikokat, ezért az új Németország felépítésének része kell, hogy legyen a zsidók megsemmisítése. A Landsbergi napok kellemesen teltek. Hitlernek és Hessnek megengedték, hogy látogatókat fogadjanak. Hess egyik leggyakoribb látogatója egyetemi professzora Karl Haushofer volt. Bár a professzornak zsidó felesége volt, ő és Hess jó barátok lettek. Haushofer azt kutatta, milyen kapcsolat van az emberek és a között a föld között, amelyen élnek. Az új tudomány neve geopolitika volt. A professzor szerint a német embereknek nagyobb élettérre, vagy ahogy ő mondta, Lebensraumra van szükségük. Hesst elbűvölte ez a gondolat, amely bekerült a Mein Kampfba is. Jó indokul szolgált arra, hogy Hitler támadást indítson Oroszország és a zsidók ellen. A háború után a szövetségesek megkérdezték Haushofertől, hogy Hitler Hessttől hallotta-e az élettér elméletet. A gondolat Hessttől származott, de Hitler sosem értette teljesen. Amikor Hess megpróbálta elmagyarázni,
Hitler rendszerint előállt valamilyen új ötlettel, melynek semmi köze sem volt hozzá, például az autóút építéssel. Igaz, hogy Hess részt vett a Mein Kampf megírásában? Úgy tudom, hogy néhány fejezetét Hess diktálta. Igen. A Landsbergi fogság idején Hitler és Hess között szoros kapcsolat alakult ki. Ettől kezdve 1933-ig, amikor Hitlert német kancellárrá választották, valamint a náci uralom első éveiben, Hess a Führer mellett állt. Ő volt a párt lelke. Hess fontos szerepet vállalt a Nürnbergi nagygyűlések szervezésében. Ő lelkesítette fel a tömeget, így az mindig kellően forró fogadtatásban részesítette a Führert. Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist! Hitler, Sieg! 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 Hitlert és Hesst nem csak politikai, hanem személyes kapcsolat is fűzte egymáshoz. Hitler lett a keresztapja Hess fiának, aki a Wolf, azaz farkas nevet kapta Hitler beceneve után. Apámat és Hitlert különleges kapcsolat kötötte össze. Egyesek szerint apám csak azért repült Nagy-Britanniába, hogy megerősítse a pozícióját. Ez badarság. Apám és Hitler között mindig jó volt a kapcsolat. A nácizmus első éveiben Rudolf Hess különösen nagy befolyással bírt, mert rendkívül közel állt Hitlerhez. Ő volt a Führer személyi titkára. Lojalitásához nem fért kétség, ezért Hitler őt bízta meg a Nemzeti Szocialista Párt felügyeletével. Ez a pozíció nagy hatalommal járt a korabeli Németországban. Hess úgy látta, békét kell kötni Nagy-Britanniával, ha Németország keleten akar életteret nyerni, és szét akarja zúzni a bolsevik Oroszországot. A második világháború kitörése mindent megváltoztatott. Nagy-Britannia ellenséggé vált. Bár Németország barátsági szerződést kötött Oroszországgal, Hitler már a támadást készítette elő. 1941-ben minden készen áll a csapáshoz. Hesst elrémítette a két frontos háború gondolata. Úgy érezte, ebben a helyzetben az egyetlen lehetősége az, ha sikerül meggyőznie a briteket arról, hogy a béke az ő érdekük is. A brit társadalom egy része ellenezte a háborút. Számos vidéki földbirtokos és londoni pénzember úgy látta, hogy a háborúnak nem lehet győztese. Úgy vélték, hogy állóháború alakulna ki Németország és Nagy-Britannia között, a brit birodalom széthullana, a világot pedig az orosz katonai hatalom és az Egyesült Államok ipari ereje uralná. Ebben a kiváltságos társadalmi közegben nem Németországot tekintették ellenségnek, hanem a bolsevik Oroszországot. Nagy-Britanniában a háború előtt erős német barát, fasiszta barát, Hitler barát mozgalom alakult ki, melynek magasrangú támogatói voltak, köztük a Windsori herceg, a Bedfordi herceg, a Westminsteri herceg és az angol-német baráti társaság. Ez utóbbinak tagja volt többek között a külügyminisztérium első számú tanácsadója is, valamint számos brit főrendi tag. A brit titkosszolgálat szintén Sztálin Oroszországát tartotta a legfőbb ellenségnek, ezért kereste a békekötés lehetőségeit. A titkosszolgálat támogatta a béketárgyalásokat. Egyik küldötte már a háború kitörése után találkozott Göring képviselőjével. Történtek bizonyos lépések a Vatikánon és Svédországon keresztül is, mindezek mögött a brit titkosszolgálat állt. Ha Hess béketárgyalásokat akart folytatni, akkor valakivel fel kellett vennie a kapcsolatot Nagy-Britanniában. Albrecht Haushoferhez, egykori tanárának, Karlnak a fiához fordult. Albrechtnek széles baráti köre volt Európa szerte, és ezt Hess fel akarta használni.
Hess tudta, hogy Albrechtet, bár a német kormány hivatalnoka volt, szoros szálak fűzték bizonyos nemzetközi szervezetekhez, például a Vörös Kereszthez, számos nagykövetséghez, sőt, még a háború előtt felvette a kapcsolatot a brit uralkodó elit tagjaival is. A brit uralkodó elit egyik tagja, Hamilton herceg, Skóciában élt, és még a háború előtt barátságot kötött Albrecht Haushoferrel. A herceg a brit királyi légierő alezredese volt. Egy skóciai vadászosztályt irányított, és a térség vadászvédelmének a parancsnoka volt. Három fivére szintén a királyi légierő tisztje volt. Hamilton herceg volt az első pilóta, aki átrepült a Mount Everest fölött. Hess úgy gondolta, rokon lelket talál a bátor pilótában. Apám átrepült a több mint 8800 méter magas Mount Everest fölött. Hess pedig megnyerte a Zugspitze versenyt, amelyet Németország legmagasabb, közel 3000 méteres hegycsúcsa fölött rendeztek. Hess abban reménykedett, hogy apámmal meg fogják érteni egymást, hogy úgy beszélhetnek egymással, mint férfi a férfival, pilóta a pilótával. Mégpedig arról, hogyan lehetne mindkét fél számára elfogadható módon befejezni a háborút. A herceg nem csak pilótaként hívta fel magára a figyelmet. 1939. októberében, egy hónappal a háború kitörése után levelet írt a Timesnak, amelyben azt fejtegette, hogy a versailles-i békeszerződés igazságtalan volt Németországgal. Ezt írta: várom azt a napot, amikor Németország visszanyeri az őt megillető tiszteletet. Lehet, hogy ez a nap messze van, de ha majd eljön, megszűnik az ellenségeskedés. A német nép iránt érzett rokonszenvet erősítette az Albrechthez fűződő barátsága. Haushofer ugyanis a háború előtt hosszabb időt töltött a herceg skóciai birtokán. Hess bíztatására Haushofer levelet írt a hercegnek, és arra kérte, találkozzanak a semleges Lisszabonban. A királyi légierő hírszerzése azonban elfogta a levelet, így Haushofer nem kapott választ. Hess nem csak Nagy-Britannia területén keresett ügyéhez brit szövetségeseket. Felvette a kapcsolatot a madridi brit nagykövettel, Samuel Horral, akiről köztudott volt, hogy támogatná a béketárgyalásokat. 1941. áprilisában, két héttel a skóciai repülés előtt, Hess valószínűleg Spanyolországban járt. Úgy gondoljuk, hogy Haushofer találkozott Horral, és ekkor Hess is jelen lehetett. Egy munkáspárti képviselő, bizonyos Sidney Silverman szót kért az alsóházban, és bejelentette, tudomása van arról, hogy Rudolf Hess Spanyolországba utazott, és tárgyalt olyan brit politikusokkal, akik támogatnák a béketárgyalásokat. Nem ismerjük a spanyolországi tárgyalás eseményeit, de úgy tűnik, meggyőzték Hesst arról, hogy érdemes folytatnia. Hónapokkal korábban megbízta barátját, Willy Messerschmittet, Németország legnevesebb repülőgép tervezőjét, hogy készítsen neki egy vadonatúj kétüléses vadászbombázót, amit Hess egyedül is vezethet. Rudolf Hess Skóciába készült, hogy találkozzék Haushofer barátjával, Hamilton herceggel, és rajta keresztül olyan britekkel, akik érdekeltek a béketárgyalásokban és Churchill megbuktatásában. A rossz időjárás miatt elhalasztották a hosszú skóciai repülést, de 41. májusában minden készen állt, és az időjárás is kedvezőnek ígérkezett. Apám szenvedélyes pilóta volt. Miután megnyerte a Zugspitze repülőversenyt, táviratot kapott Hitlertől. A gratuláló szavakon kívül ez állt benne: remélem, ezzel teljesültek repülési ambícióid. Hitler ugyanis nem helyeselte apám repüléseit. Hess megbízható segédtisztje Ernst Bohle fordította angolra Hess Hamilton hercegnek írt levelét. Bohle a háború után tett vallomásában kizártnak tartotta, hogy Hitler ne tudott volna Hess skóciai repüléséről. Fogalmam sem volt arról, hogy Hess Angliába készül, különben megmondtam volna neki, hogy ez nagyon rossz ötlet. Meg vagyok győződve róla, bár bizonyítani természetesen nem tudom, hogy Hitler tudott a tervről. Azért gondolom ezt, mert elképzelhetetlennek tartom, hogy Hess ilyen fontos ügybe fogott volna Hitler megkérdezése nélkül.
Biztosra veszem, hogy apám és Hitler beszéltek a repülésről. Apám kitartott amellett, hogy az ő magánakciója volt, de bizonyos jelek arra utalnak, hogy Hitler tudott róla. Például tudjuk, hogy május 3-án, néhány nappal a skóciai repülés előtt, körülbelül 4 órán keresztül négy szemközt beszélgettek Berlinben. Nem tudni pontosan, miről volt szó közöttük, de a tanúk elmondása szerint hevesen vitatkoztak, és többször is felemelték a hangjukat. Az apámat kísérő tiszt később elmondta, hogy amikor végül kijöttek a szobából, Hitler apám vállára tette a kezét, és azt mondta: mindig makacs ember voltál, és az is maradsz örökre. Nem hinném, hogy csak az időjárásról beszélgettek. 1941. május 10-én szombat reggel Rudolf Hess elbúcsúzott feleségétől és a fiától. Úgy tervezte, hogy hétfőn már ismét körükben lesz. Reggel 6 óra körül szállt fel az augsburgi repülőtérről. Úti célja Hamilton skóciai birtoka volt Dungavelben. Hitlernek írt levele a következő szavakkal zárult: Führerem, ha a terv kudarcba fullad, csak annyit mondj, hogy őrült vagyok. A repülőgépet olyan üzemanyagtartállyal szerelték fel, amely lehetővé tette a hosszú, mintegy 1500 kilométeres repülést. Hess alacsonyan repült, hogy ne vegye észre a radar, de egy szárazföldi megfigyelő meglátta a gépet. Máig érthetetlen, hogyan tudta elkerülni, hogy lelőjék. A brit vadászrepülő egységek felkészültek az ilyen berepülések elhárítására. Hess tisztában volt azzal, hogy üldözik, ezért összeszedte legfontosabb holmiait. Nem volt más választása, katapultálnia kellett. Később feleségének írt egyik levelében újra élte az eseményeket. Kikapcsoltam az övet, kinyitottam a pilótafülke tetejét, és megpróbáltam kimászni. Nem sikerült. A légnyomás olyan erővel préselt az ülésbe, mintha oda lettem volna forrasztva. Annyi mindent kérdeztem a tervezőktől, csak azt nem, hogyan lehet kiugrani a gépből. Eszembe jutott, meg kell fordítani a gépet, és egyszerűen kiesni belőle. Hozzáláttam a manőverhez. Hirtelen elsötétült a világ. Elájultam. A gép irányítás nélkül zuhant a föld felé. Végre magamhoz tértem, és sikerült kicsúsznom az ülésből. Pár másodperccel később a gép a földbe csapódott. Meghúztam a zsinort, az ejtőernyő kinyílt, és én leereszkedtem a földre. Csodálatos győzelemmámor lett úrrá rajtam. Rudolf Hess Dél-Skóciában Eaglesham környékén landolt. Katapultálás közben a géphez csapódott és eltört a bokája. A földön nem a brit politikai élet elitje fogadta, hanem egy helyi földműves, David McLean. Hess álnéven mutatkozott be. Azt állította, hogy ő Alfred Horn százados, és fontos üzenetet hozott Hamilton hercegnek. Furcsa módon Hesst először nem a hadsereg vagy a titkos szolgálat hallgatta ki, hanem egy helyi vadászkunyhóban a glasgowi lengyel konzul. A kihallgatás német nyelven folyt, és kettejükön kívül senki nem értette. Listát készítettek a Hessnél lévő tárgyakról, amelyek között szerepelt egy Leica fényképezőgép, egy térkép, néhány fénykép és Albrecht Haushofer névjegykártyája. Ott kellett lennie a Hamiltonnak szóló levélnek is, de ez csak feltételezés. A levélnek ugyanis nyoma veszett. Emlékszem, apám egy nap izgatottan tért haza. Nem maradhatott sokáig, mert, mint mondta, egy undok náci szállt le a közelben. El kellett mennie, hogy lássa ezt az undok nácit és a repülőgépét. Én utána kiabáltam: papa, kérlek, hozz nekem egy darabot a repülőgépből. Ő megígérte, és hozott is egy darabot belőle. Íme, még ma is megvan. Nagyon csalódott voltam, mert azt reméltem, hogy egy nagy, horogkeresztes vezérsíkot fog hozni, vagy valami hasonlót. Két nappal később két férfi látogatott el hozzánk. Messziről lerít róluk, hogy a titkosszolgálat tagjai.
Még ma is tisztán emlékszem rájuk. Jellegzetes puha kalapot viseltek, és egészen furcsa esőkabátot, amelynek a hátán hosszú vágás volt. Megkérdezték tőlem, mit csinálsz ezzel a fémdarabbal? Erre azt feleltem, az apukámtól kaptam, azelőtt egy undok nácié volt. Azt mondták, ez nem a tied, nem játszhatsz vele, és elvették. Hesst a közeli laktanyába vitték. Itt kereste fel őt Hamilton herceg. A német, aki törött bokával ágyban feküdt, azt mondta apámnak, nem tudom, tudja-e, ki vagyok, de a nevem Rudolf Hess, Hitler helyettese vagyok. Azért jöttem, hogy teljesítsek egy nem hivatalos emberbaráti küldetést. Ezt követően elmagyarázta az általa ajánlott békefeltételeket, amelyek szerint Németország nem fenyegetné a brit birodalmat, ha Nagy-Britannia szabad kezet adna Németországnak Európában és Keleten. Hess nem tekintette Hamiltont a fogvatartójának, még néhány személyes tárgyát is átadta neki megőrzésre. Átadott egy Leica fényképezőgépet apámnak, és megkérte, hogy őrizze meg a számára. Apám később odaadta a gépet anyámnak, aki számos kiváló fényképet készített vele a háború évei alatt. Csak 1950 körül jutott eszébe, hogy úgy helyes, ha visszaküldi Hess feleségének. Miután a herceg meggyőződött róla, hogy a fogoly valóban Hess, felhívta a külügyminisztériumot. Míg várakozott, kapcsolták Churchill titkárát, Jock Colville-t. Hamilton elmondta neki, hogy valami egészen különleges, már-már regénybe illő eset történt. Colville megkérdezte, valaki az országba érkezett? Később azt állította, hogy ez a megjegyzés csupán az előző éjszaka látott álmának tulajdonítható. Azt álmodta ugyanis, hogy Hitler ejtőernyővel leszállt Angliában. A magyarázat kissé hihetetlen. Valószínűbbnek tűnik, hogy Churchillt nem érte váratlanul a hír. A herceg a vadászgépével Londonba indult, hogy találkozzék Churchill-lel. Winston Churchill kitörő örömmel fogadta apámat. Apám beszámolt a történtekről, mire Churchill megkérdezte, azt akarja mondani, hogy Rudolf Hess, Hitler helyettese a kezünkben van? Apám azt felelte, legalábbis annak mondja magát. Churchill apámra nézett, mintha attól tartana, hogy hallucinál, és kijelentette. Akár Hess, akár nem Hess, én most átmegyek, és megnézem a Marx testvéreket. Azzal átment a szomszédos moziterembe. Közben Hesst átszállították a Buchanan kastélyban lévő katonai kórházba, és ott egy fiatal hadnagyot, Robert Shaw-t bízták meg a felügyeletével. Kérdéseket tettem fel neki. Például azt, hogy ismeri-e Hamilton herceget. Azt felelte, persze, találkoztunk a 36-os olimpián. Churchill visszaküldte Skóciába Hamiltont, és vele együtt Yvonne Kirkpatricket a külügyminisztériumból, aki találkozott Hesszel, amikor a berlini brit nagykövetségen dolgozott. Shaw nem lehetett jelen Hess kihallgatásakor. Három órán át beszéltek Hesszel. Kíváncsi voltam, mi történik odabent. Ezért egy borotválkozó tükröt tartottam az ajtó fölé. Azt láttam, hogy a szobában élénk társalgás zajlik. Hess érvelése nem volt támadó jellegű, inkább határozottnak és fegyelmezetnek nevezném. Úgy tűnt, hogy nyílt és őszinte beszélgetés folyik Hess és a látogatói között. Amikor kijöttek a szobából, a herceg megkérdezte tőlem, tudom-e, hogy ki a fogoly? Azt mondtam, igen. Tudomásom szerint Rudolf Hess. Valóban ő, az mondta a herceg. A maga felügyeletére bízom, maga fogja őrizni, amíg szolgálatban van. Senki nem beszélhet vele. Holnap, miután távozik innen, lehet, hogy ki akarják majd magát hallgatni. Ne engedje. Senkinek ne mondjon semmit. Shaw másnap Hamiltonnal és Kirkpatrickkel reggelizett. Másnap reggeli közben így szóltam a herceghez. Hess tegnap azt mondta, hogy ismeri önt. A herceg azt felelte erre, valóban találkoztunk egyszer az 1936-os olimpián, de nem mondhatnám, hogy barátok lettünk.
Biztos vagyok abban, hogy apám és Hess nem ismerkedett össze a 36-os olimpián, ahogy néhány történész feltételezi. Apám valóban ott volt az olimpiai játékokon. Előfordulhat, hogy egyszer egy fogadáson ugyanabban a teremben volt Hesszel, de nem mutatták be őket egymásnak, nem beszélgettek. Hitlert hegyvidéki házában a Berghofban érték a hírek Hess útjáról. Hitler meglepődött. Nem azért, mert nem tudta, hogy Hess béketárgyalásokat folytat a britekkel, hanem azért, mert nem számított rá, hogy Skóciába repül. Amikor tudomást szerzett a történtekről, azt mondta: nem értem, ez annyira nem jellemző Hessre. Bizonyára megőrült. Hitler sajtóközleményt adott ki, amit felolvastak a rádióban. Rudolf Hess párttagnak a Führer határozottan megtiltotta, hogy repülőgépet vezessen, tekintettel az évek óta egyre súlyosbodó betegségére. Hess megtagadta ezt a parancsot, és néhány napja repülőgépre ült. Egy hátrahagyott levél sajnos egyértelmű bizonyíték a zavart elme állapotának. Churchill hallgatása már-már zavarba ejtő volt. Hitler propaganda főnöke Goebbels nem értette, miért nem használja ki Nagy-Britannia a történteket. Miért nem kérkedik a magasrangú államférfi elfogásával? Úgy tűnik, London nem jött rá, milyen hasznos lenne számára, ha Hessnek tulajdonított hamis tanúvallomásokat tenne közzé. Aggasztónak találom, hogy csupa ostoba amatőrrel van dolgunk. Fordított helyzetben mi mindent tudnánk tenni egy ilyen esettel? Churchill nem volt ostoba amatőr, de Nagy-Britannia számára rosszul alakult a háború, és Churchill attól félt, hogy a Hessről szóló hírek a békepártiakat erősítenék. Csak egy magyarázat képzelhető el. A brit társadalmon belül volt egy jelentős békepárti csoport, melyet Churchill meg akart fosztani attól, hogy hatást gyakoroljon a politikai döntésekre. Tehát el kellett őket hallgattatnia. Meg kellett akadályoznia minden olyan spekulációt, aminek köze lehetett egy esetleges béketárgyaláshoz, vagy a Németországgal való egyezkedéshez. Ez csak úgy érhette el, ha elzárja Hesst a nyilvánosság elől. Churchill hallgatása elejét vette a béketárgyalásokról szóló találgatásoknak, de az újságokban számos ehhez hasonló karikatúra jelent meg. Elegem van, megléptem, Hess. Hamilton herceg nem értékelte az ilyen vicceket. Churchill hallgatása miatt a nevét összekapcsolták Hessével. Apám várt, míg nem egy nap a Downing Streetről a Buckingham palota felé tartott taxival. A kocsiban ott ült a miniszterelnök is, és apám így szólt hozzá: ön hogyan magyarázkodna a felesége előtt, ha egy prostituált a nyakába ugrana? Churchill hahotában tört ki. Egy szót sem szólt, de azonnal cselekedett. Sir Archie Sinclair nyilatkozatot adott ki, amelyben tisztázta, hogy apám sem most, sem a háború előtt nem állt kapcsolatban Rudolf Hesszel. A herceg nem alaptalanul aggódott. Hess repülését a világ gyanakvással fogadta. Stalin minden Nagy-Britanniában tartózkodó kéme, Philby, Burgess Maclean és Blunt azt kutatta, mi állhatott Hess útjának a hátterében. Roosevelt elnökben is gyanú ébredt. Miután Churchill személyesen mondta el neki, hogy mi történt, így szólt az egyik munkatársához: kíváncsi vagyok, mi lehet Hess repülésének valódi célja. A washingtoni sajtó untotta a különféle híreszteléseket. Mindenhol azt lehetett olvasni, hogy Nagy-Britannia béketárgyalásokat folytat Németországgal, és különbékét fog kötni Hitlerrel. A legtöbb ilyen hír természetesen szélső baloldali forrásokból és kommunista ügynököktől származott. De a kormány aggodalommal figyelte a fejleményeket. Az egyik legérdekesebb történet az American Mercury című lapban jelent meg 1943-ban. A cikk szerzője szerint Hess Hitler parancsára repült Nagy-Britanniába. Egy bizottság fogadta őt Hamilton herceg skóciai birtokának leszálló pályájánál. Ezt a verziót a legújabb kutatások is alátámasztják. A történet az önkéntes női hadsereg két tagjától származik, akik azt állítják, hogy Hess érkezésekor a Hamilton birtokon voltak. Mrs. Abbott elmondta, hogy a konyhában teázott a többi lánnyal, amikor egyikük felkiáltott: Istenem, kigyulladtak a leszállópálya fényei.
Ez szokatlan esemény volt a leszállópályát, ugyanis csak a legritkább esetben használták. Kimentek a házból, és az egyikük megjegyezte. Ha így kivilágítják a pályát, a német bombázók könnyűszerrel eltalálnak bennünket. Nagy volt a jövésmenés. Valaki megkérdezte, ki ez a sok ember. De senki nem tudta, mi történik. Talán 10-15 perc telt el, amikor váratlanul lekapcsolták a fényeket. Néhány percig ácsorogtak a sötétben, és egyszer csak a közelből repülőgép zúgás hallatszott. Néhány nappal később megtudták, hogy akkor éjjel Hess igl sem közelében leszállt. Egy másik asszony elmondta, hogy nagy volt a mozgolódás a leszállópálya közelében álló házakban, amelyeket csak viskóknak neveztek. Ez az asszony megerősítette Mrs. Abbott történetét. Föl majd lekapcsolták a fényeket. Elmondott még valamit, amit először nem értettem jól, ezért megkértem, magyarázza el pontosabban. Azt mondta, hogy a herceg a viskóknál volt néhány lengyel tiszttel, és Hess érkezését várta. Persze, a nő akkor még nem tudta, hogy az urak Rudolf Hessre várnak. Ez csak néhány nappal később derült ki számára. Amikor itt tartott, félbeszakítottam. Megbocsásson, asszonyom, de cáfolhatatlan bizonyíték van arra, hogy a herceg a légierőbázisán tartózkodott akkor éjjel. Erre ő azt mondta, nem. Hamilton herceg valóban a légierőbázisán volt szolgálatban. Én a Kenti hercegről beszélek. Ő volt a viskóknál. A Kenti herceg a király öccse sokat fáradozott az angol-német kapcsolatok javításán. 39-ben kész volt személyesen tárgyalni Hitlerrel a háború elkerülésének lehetőségeiről. Logikusnak tűnt, hogy Hesst a Kenti herceg fogadta. Ez megmagyarázza, miért vállalta Hesst a kockázatos repülést Angliába, illetve Skóciába. Egy semleges országban is tárgyalhattak volna. A Kenti herceg esetében persze ez lehetetlen volt. Az adott helyzetben a király öccse nem utazhatott külföldre, hogy Hitler helyettesével tárgyaljon. Hess érkezése után néhány héttel napvilágot látott az a hír, mely szerint a németet egy britekből álló fogadóbizottság várta. Glasgow polgármestere Sir Patrick Dolan bejelentette. Információi vannak arról, hogy Hess egy brit csoport meghívására érkezett. Azért jött, hogy béketárgyalásokat folytasson, és a vendéglátóitól kapott üzemanyaggal tért volna vissza. Úgy gondolom, hogy ez csupán mese, nincs semmi alapja, nincs rá semmilyen bizonyíték. Ami történt, az elképesztőbb volt minden fikciónál. Nem csoda, hogy mindenféle szóbeszédet szült. Talán nincs perdöntő bizonyíték arra, hogy Hesst fogadóbizottság várta, de ő azzal a céllal utazott Nagy-Britanniába, hogy találkozzék egy olyan tekintélyes delegációval, amelynek hatalmában áll elmozdítani Churchillt, sőt, talán még a királyra is befolyással bír. Nem tudni, hogy hiba csúszott-e a tervbe, vagy ahogy Stalin állította, Hesst a brit titkos szolgálat csalta Skóciába. Mi értelme lett volna ide csalni, ha utána az elfogását nem használják fel propaganda célokra? Például Hitler őrült, állítja a helyettese, aki tegnap érkezett Skóciába. De nem jelentek meg ilyen cikkek. Viszont sok előny származhatott volna abból, ha meghívják, bemutatják a német barát csoportoknak, tárgyalnak, és talán sikerül megállapodniuk a békefeltételekről. Bill Donovan tábornok vezette az amerikai titkosszolgálatot, a stratégiai szolgálatok hivatalát. Pat Morse az ő szánt segédje volt. Valaki hip-hop elhatározza, hogy leszalad a reptérre, felpattan egy gépre, átugrik Angliába, kapcsolatba lép a helyi urakkal, és azt mondja neki, vigyetek a főnökhöz, beszélgessünk a Nagy-Britannia és Németország közötti békéről. Ez igen valószerűtlen. Felkerestem Sir Dick White-ot, aki a 80-as évek végén a brit titkosszolgálat vezetője volt. A háború alatt, mint hírszerzőtiszt, mindent tudott a Hess történetről. Elmondtam neki, hogy az elméletem szerint Hess egy brit csoport hívta meg. Ő nem tagadta, csak titokzatosan mosolygott. White ültette el bennem azt a gondolatot, hogy a németeknek az volt a gondjuk Hesszel, hogy túl későn érkezett. Addigra már az egész ország a háborús készülődés lázában égett. Ahogy Sir Dick White mondta, szegény Hess elkésett. Hitler parancsára Hess nevét törölték minden náci publikációból. A nyilvánosság előtt haraggal beszélt róla. Mégis, amikor Hess apja meghalt, Hitler részvédtáviratot küldött az özvegynek. A Führer nem így viselkedett azokkal, akiket árulónak tartott.
Hitler szeretője Eva Braun segítette a Hess családot, amikor Hess utóda Martin Bormann támadta őket. Martin Bormann megpróbálta tönkretenni a családot, és ki akart tetetni bennünket a müncheni házunkból. Anyám levelet kapott Eva Brauntól, amelyben ez állt. Kérem, értesítsen, ha szüksége van valamire. Én olyankor is tudok beszélni Hitlerrel, amikor Bormann nincs ott. Érdekes mondat, nem? Közben Rudolf Hesst átszállították egy velszi kisvárosba. Itt meglepően nagy szabadságot élvezett. Látogathatta a helyi pubokat, és állítólag ő írta alá ezt a sörcímkét. Eve Kridl akkoriban még kislány volt, és egy közeli házban lakott. 4 éves voltam. Egy nap katonákra lettem figyelmes. Puskát tartottak a kezükben. Hess kilépett az ajtón. Katonák kísérték. Hess egy fejjel magasabb volt a katonáknál. Nagyon magas volt. Elindult az úton a kert felé. Amikor elhaladt mellettem, rám mosolygott. Aztán csak sétált a kertben. Később több alkalommal láttam itt sétálni. Hess a háború végéig maradt Velszben. 4 éven át elrejtették a nyilvánosság elől, de 1945. októberében ismét a címlapokra került. Ekkor Nürnbergbe szállították, ahol viszont látta egykori társait, és felelnie kellett háborús bűneiért. Bűnösnek vallja magát? A vádlott ártatlannak vallja magát. Amikor beléptem a tárgyalóterembe, hogy vallomást tegyek, olyan közel voltam Hesshez, mint most magához. Nyugodt volt. Egyáltalán nem hasonlított arra a háborodott alakra, akinek előszeretettel ábrázolták. Nem tűnt elmebetegnek. Tudatában volt annak, mi történik körülötte. A tárgyalás alatt Hess végig azt állította, hogy amnéziában szenved. Nem ismerte fel sem Göringet, sem egykori segédtisztjét Bólét, de még régi tanárát Karl Haushofert sem. Ellen Dulles gyanúsnak tartotta Hess amnéziáját. Dulles az amerikai hírszerzés Németországgal foglalkozó részlegét vezette. Később a CIA igazgatója lett. Szenzációs magyarázat talált elő. Azt mondta, oka van feltételezni, hogy Hesst Churchill parancsára titokban kivégezték, a vádlottak padján pedig a hasonmása ül. Dulles teóriája ellenőrizhető volt, csak meg kellett vizsgálni, hogy a foglyon láthatóak-e Hess első világháborús sebesüléseinek a nyomai, de az őrök nem engedélyezték a fogoly vizsgálatát. Hesst nem találták bűnösnek az emberiség ellen elkövetett háborús bűnök vádjában, de életfogytig tartó börtönbüntetését a berlini Spandau börtönben kellett letöltenie. 1973-ban itt végezték el rajta a vizsgálatot. Közelebb léptem hozzá. Éppen öltözködött, amikor megkértem, hogy álljon meg. A világítás jó volt, ő pedig olyan pozícióban állt, hogy alaposan meg tudtam nézni. A karját felemelte, így láttam az oldalát, a hónalját, a mellkasát és a lapockáját. Olyan lőtsebeket kerestem, amelyeket túlélhetett. De nem találtam semmit. Németül kérdeztem, hová tűntek a háború sérülésének nyomai. A reakció nem maradt el. Reszketni kezdett, és a WC-hez rohant. Soha többé nem szólt hozzám. Megröntgeneztettem a mellkasát. A röntgen felvételen semmi sem utalt arra, hogy ennek az embernek valaha is lőtt mellkasi sérülése lett volna. Rudolf Hesstől eltérően a foglyot sosem talált el puskagolyó, nem sebesítette meg a bal karját egy repeszgránát, és egy müncheni zavargás idején szerzett fejsérülés nyomai sem voltak láthatóak rajta. Hugh Thomas úgy véli, hogy Hesst meggyilkolták, a tárgyaláson pedig a hasonmása jelent meg. Stephen Pryor és csapata is úgy véli, hogy létezett egy hasonmás. Szerintük Rudolf Hess élete és küldetése Skóciában ért véget. A háború idején több szóbeszéd is felröppent arról, hogy Hess Skóciában van, de Churchill a parlamentben is egyértelműen tagadta, hogy Hesst ott tartanák fogva. 42-ben az SS hírszerzése mégis egy skóciai villát jelölt meg Hess tartózkodási helyéül.
Több alkalommal is beszéltem erről a néhai Lord Törszóval, aki azt mondta, hogy akkoriban köztudott volt, melyik házban tartják fogva Hesst. Ő maga az édesanyjától hallotta a hírt. A ház mindössze 15 kilométerre volt az ő otthonuktól, azaz a Törszó birtoktól. De hogy lehetett volna Hess Skóciában, ha közben Walesben tartották fogva? Pryor úgy gondolta, hogy Walesben a hasonmás élt, az igazit pedig Skóciában tartották szigorú őrizet alatt. Hess és a kenti herceg sorsa még egyszer tragikusan összefonódott. A kenti herceg a király öccse volt, és a királyi család egyetlen tagja, aki a háborúban szolgálatteljesítés közben vesztette életét. Sírján egy egyszerű kőkereszt áll Észak-Skócia elhagyatott hegyeiben. ...1942 nyarán a kenti herceg ezekben a hegyekben halt meg repülőgép szerencsétlenségben. Állítólag éppen Izlandra tartott. A repülőgép délután 1 óra 10 perckor szállt fel, de a szerencsétlenséget csak 2 óra után jelentették, majdnem 1 órával később. Pedig a repülési idő nem lehetett több 20-25 percnél. A hivatalos jelentés szerint a balesetet az okozta, hogy a pilóta eltért a repülési tervtől és túl alacsonyan repült. De hol volt a herceg és a legénység a hiányzó időben? Hogy meg tudjuk magyarázni, hol történt a baleset és mi játszódott le a hiányzó 50 percben, keresni kell egy leszállásra alkalmas területet. Az egyetlen ilyen terület a Lockmore környéke, amely furcsa módon az akkori légügyi miniszter Sir Archibald Sinclair tulajdonában volt. Pryor teóriája szerint a repülőgép letért eredeti útvonaláról, hogy felvegye Hesst, aki a tópartján várakozott. A semleges Svédországban kívántak béketárgyalásokat folytatni, utána hazaszállították volna Hesst. A tervezett repülési útvonal elkerülte a környező magas hegycsúcsokat, de a pilóta nem emelte elég magasra a gépet, így az a tópartján tornyosuló Eagles raknak csapódott. A repülőgép fedélzetén 15 fő tartózkodott. A baleset után a légierőmentő csapata sietett a helyszínre. Jelentésük szerint nem volt túlélő. De másnap a legénység egyik tagja, Andy Jack, elvonszolta magát egy közeli házhoz. Az éjszakát a mocsaras vidéken töltötte. Felbukkanása azt jelentette, hogy a repülőgépen 16-an utaztak. Az a kérdés, hogy Rudolf Hess volt-e a 16. utas? Wolf Hess, aki ma is apja hegyvidéki házában él, elveti az efféle teóriákat. Meggyőződése, hogy apját tartották fogva a Spandau börtönben. Számomra egyértelmű, hogy apám személyesen repült Skóciába. Ott fogságba esett, a Nürnbergi tárgyaláson elítélték, és a Spandau börtönbe szállították. A többi elmélet mind-mind badarság. A Spandau 7-es számú fogja hosszú évekig nem fogadta családtagjait. Az első látogatásra 69-ben került sor, 28 évvel azután, hogy Hess búcsút mondott a feleségének és fiának. De ekkor sem említhették a béketárgyalásokat. Megtiltották, hogy apámat a küldetésről kérdezzem. A Spandauban a 33 és 45 között történt eseményekről tilos volt beszélni. Miért? Kérdezze a szövetségeseket. A rokonok ettől kezdve rendszeresen látogatták a foglyot, egészen 87. augusztus 17-éig, amikor is Rudolf Hesst holtan találták a cellájában. Állítólag egy huzaldarabot kötött a nyaka köré, az ablakkerethez erősítette, majd kirúgta maga alól a széket. Wolf Hess azonban meg van győződve róla, hogy apját meggyilkolták. A családom kért egy második boncolást, amelyet Münchenben végzett el egy jó nevű, szakmailag elismert patológus, Spahn professzor. A boncolás közben fényképek készültek. Véleményem szerint érdemes megnézni ezeket a fényképeket. A nyakon látható sérülésnyom teljesen vízszintes. Ez cáfolja a hivatalos verziót, amely szerint felakasztotta magát. Miért gondolom azt, hogy gyilkosság történt? Miért gondolja ezt a német patológusok 80%-a és magas Spahn professzor is?
Miért gondolja ezt Howard Jones, a Scotland Yard főfelügyelője? Az ő jelentéseik nem kerültek nyilvánosságra. A magyarázat rendkívül egyszerű. A húzalejtette nyaki sérülés, amely végül a fulladáshoz vezetett, teljesen keresztirányú. Ez azt jelenteni, hogy ez volt a történelem első vízszintes akasztása. Ha ehhez hozzáadjuk a nyak előső részén látható sérülés nyomokat, akkor arra kell következtetnünk, hogy ezt az embert nagy valószínűséggel megfojtották. A hivatalos titkolózás, a tisztázatlan körülmények között bekövetkezett halál és a különféle összeesküvés elméletek elterelték a figyelmet Hess küldetésének valódi céljáról. Miért nem engedélyezték soha Rudolf Hess kihallgatását? Miért zárták el a világ elől hosszú-hosszú évtizedekig, amikor lett volna mit mondania a világnak? Szenzációs történet lett volna. Ha Hess útját külön, önálló akciónak tekintjük, akkor bizarr és ostoba vállalkozásnak tűnik. De próbáljuk egy hosszabb folyamat részének tekinteni, melynek során különféle német és brit erők a háború elkerülése érdekében próbáltak egyességre jutni, vagy már a háború kitörése után igyekeztek annak véget vetni. Hess küldetése rögtön értelmet nyer, ha észrevesszük, hogy ez volt az utolsó próbálkozás egy hosszú küzdelemben. Hess küldetésének kudarca után Hitler szerencséje fordulni látszott. Addig siker sikert követett, utána valahogy mindent balul ütött ki. Albrecht Haushofer a Hitlerrel szemben álló ellenzék tagja lett, és néhány nappal a háború vége előtt agyonlőtte az SS. Apja, Karl és anyja, Márta nem sokkal később öngyilkosságot követett el. Azok közül, akik ismerték a skóciai küldetés valódi célját, egyedül Hess maradt életben. De ő fogságra és hallgatásra volt ítélve. Közreműködött Epres Attila, Konrád Antal, Koroknai Géza, Versényi László, Perlaki István, Makai Sándor, Tóth Judit, Tarján Péter, Szokolai Ottó, Tóth Roland. Magyar szöveg Jó Eszter, szakértő Sipos Péter, szerkesztő Dúró Gábor, hangmérnök Polica Imre, gyártásvezető Kerényi Kata, szinkronrendező Tolnai Zoltán. A magyar változatot a Spektrum Televízió készítette, produkciós vezető Végödön.